Az Unió kezdje meg a csatlakozási tárgyalásokat Szerbiával. Twitter bejegyzés Stefan Fülétől. Az EU-s bővítési biztos tette közzé először a hírt, miszerint az általános ügyek tanácsa támogatja a csatlakozási tárgyalások kezdeti dátumának kitűzését Szerbia esetében. Később az ülést követő hivatalos sajtótájékoztatón is megerősítette ezt. Our recommendations today are therefore clear. Both Serbia and Kosovo deserve to move on decisively in their European Union perspectives. This is a good news for the people in Serbia and Kosovo and in the whole region. A Catherine Ashton által elküldött értékelés, illetve a tanácsülésén résztvevő politikusok szerint Szerbia aktívan és konstruktívan részt vett a Koszovóval való tárgyalásokban, érintve minden olyan témát, ami hozzájárul a két fél viszonyának normalizálásához. This is indeed an historic moment for Serbia, Kosovo, as well as for Europe as a whole. Így utalt vissza a pénteki eseményekre Eamon Gilmore, a soros EU elnökséget betöltő Írország külügyminisztere. A horvát külügyminiszter Vesna Pusić pedig így. Želim iskoristiti ovu priliku da čestitam Srbiji i Kosovu i visokoj predstavnici Cathy Ashton na postignutom dogovoru. Mislim da je to za regiju, ne samo za Srbiju i Kosovo, naravno, za koje je izuzetno važno u njihovom stabiliziranju i napretku, ali za regiju je to jedan povijesni trenutak i neobično važno za budućnost i stabilnost svih nas. A miniszterek pozitívan értékelték Szerbia egyéb előrelépéseit is. Egyebek mellett a korrupció elleni harc, a kisebbségek védelme, a média szabadsága és az igazságszolgáltatás terén. Az, hogy az általános ügyek tanácsa javasolta a csatlakozási tárgyalások kezdeti dátumára vonatkozó időpont kijelölését, még nem jelenti azt, hogy Szerbia csatlakozik az Európai Unióhoz. A tárgyalások megkezdésének dátumát az EU állam és kormányfői jelölik ki a június 28-ai EU csúcson. Diplomáciai körökből származó vélemények szerint azonban, ha nem történik valami rendkívüli, a csúcson kijelölik a dátumot Szerbia számára. A csatlakozásig azonban még évek telhetnek el. Horvátország például 2005-ben kezdte a csatlakozás célzó megbeszéléseket. Az unió tagja azonban csak idén, vagyis 8 évvel később lesz.